És mivel, hogy gyámság alatt állok, úgy érzem, hogy kicsúszott a talaj a lábam alul. És nem elég, hogy problémáim vannak, hanem még az van, hogy meg kell gondolnom, hogyan köpök nyelek. Nem járok el úgy sehova, adom ki, hogy véletlenül, nagy véletlen, hétvégente el nem merjek valahova. Ha vannak ilyen, ha van ilyen fellépésem, egy véletlen. Nevezzük ezt inkább szórakozásnak. És második Bajarangi. Második. Mert 23 évesen kezdtem el. Tehát engem, én nagyon fogva voltam, és 23 évesen mentem el a háztól. És saját magánéletet éltem, egyedül, megéltem a jég hátán is. Nem kellett én nekem segítség. És amióta a férjemmel vagyok, a Lacival rendben van minden, nincs is ezzel gond, hogy ő a gyámom. Csak itt az van, hogy nem bírom elviselni lelkileg, hogy gyámság alatt állok. Lelkileg nem bírom elviselni. És már nagyon sokszor gondoltam olyan dolgokra, amit inkább nem mondanék ki. Amit nem merek még kimondani sem, mert egyszerűen badarság. És nem tudok szárnyalni, nem tudok odafigyelni a saját életemre. Nem bírom magam úgy igazán elengedni. Nem tudom magam úgy igazán boldognak látni, érezni. És belefáradtam abban, hogy itthon vagyok, főzök, mosok, takarítok. Nagyon más életem nincs, nem járok el sehova. Olyan ez nekem, mint egy... Mit mondjak? Ha lehet úgy nevedni, úgy érzem magam itthon, mint egy börtönbe. Elmegyek egy kicsit valamerre, az a baj, nem, az a baj. Tehát én érzem, én tudom, hogy nekem nem volt, nem is akarom, hogy szükségem legyen gyámságra. Mert nem úgy érzem. Tehát erővel valakit nem lehet betegnek nyilvánítani.